Hát, hölgyeim és uraim, akkor már is guruljuk tovább, és az a helyzet, hogy ez a két gyönyörű és tehetséges lány azt mondta nekem, hogy addig innen el nem köszönnek, amíg nem énekelhetnek még, mert önök igazán hálás közönség. Folytatódjunk tehát a műsor a két Krisztával. Köszönjük szépen! Akkor én tettünk egy ígéretet délután. Bizony, tettünk egy ígéretet 2 órakor a gyerekeknek, akikkel interaktív gyerekműsort szerveztünk, illetve játszottunk. Ezért arra szeretnélek benneteket, lányok, kérni, illetve nyugodtan gyertek föl, akik nem voltak itt délután a színpadra, hiszen szeretnénk valamit megmutatni. Igaz? Gyertek, csajok! De aki nem volt itt, az is nyugodtan jöhet, tehát hogy semmi olyan bonyolultságú dolog nem fog történni. Nagy-nagy-nagy tapssal inspiráljuk őket. Gyertek, csajok! Nos, közben elmondom a kedves közönségünknek, hiszen 2 órakor a gyerekműsorban megtanítottunk a lányoknak egy nagyon-nagyon-nagyon kis kedves táncot, amit most az egyik szintén Neoton Familia dalra szeretnénk, hogy prezentálnátok. Emlékeztek a lépésekre? Bizony? Gyorsan, bocsáss meg, a te nevedet nem tudom. Krisztina, hát ez nagyon egyszerű lesz, így van. Krisztina, pillanatok alatt gyorsan meg fogod tanulni a táncot. Melyikőtök tudja a legjobban? Hogy érzitek? Szeretnétek egyszer átvenni? Igen. Egyszer átvesszük, akkor közben mondjuk a közönségünknek, hogy értsék a történetét, akkor figyeljetek, egyszer átvesszük, és ahogy átvettük, már indulhat is a nóta. Na figyelj! Akkor hogy is volt? Elmegyünk autóval, vezetünk az autóval. Ez az. Mikor megérkeztünk, bemegyünk vásárolni, toljuk a bevásárlókocsit, majd levesszük, pakolgatjuk a zöldséget, gyümölcsöt, konzervet, kenyeret, szalámit. Megérkezünk, újra beülünk az autóba. Így van, elkezdünk dudálni, hazaérkezünk, hogy is volt tovább? Locsoló, hiszen rekkenő hűségben locsolunk, és a locsolás után pedig ablakot törlünk, mert mi házias asszonyok vagyunk, így van, és utána pedig tapsolunk. Kicsit megtapsoljuk magunkat. Az utána leges, legvégén pedig meghajolunk együtt. Így jó. Van. Úgyhogy kérem a közönséget, hogy jó hangosan tapsoljon majd nekünk, már is meg. Na, hol a taps? Hagyj hallja! Menjünk, csajok, ügyesek lesz, ne izguljatok! Mi is ilyenkor kezdtük a színpadon, figyelj! És vezetés! Thank you.
köszönöm. Hatalmas tapsot. Többen egyébként már a nézők közül is megtanulták a táncot. Mondja, hogy milyen egyszerű. De nagyon jó volt, igen, az úriember, aki emelgeti a napszemüvegét, nagyon jó volt a tánc. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük, még éneklünk egy dal, de nem menjetek el az utolsó dalunk, mert szeretnénk benneteket felinvitálni újra a színpadra, jó? Úgyhogy nyugodtan legyetek itt elő valahol, rendben? És nagyon szépen köszönöm, hogy itt maradtatok velünk. Én is a kis öcsém, fütyülünk a nőkre az idén. Én is a kis öcsém, nem visel bilincset a szívén. Játékig maradjanak, itt élvezik a programokat, nem sokára jönnek a következő fellépő zenei programok. Úgyhogy mindenképpen maradjanak velünk, ha szabad ezt így mondani. Oh.
fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy mindenki más ilyen, az erő is csak ettő igaz, a dal csak így lesz szép, így lesz szépen egy nagy meghajlást ennek a fantasztikus kórusnak, egy nagy tapsot kérünk, nagyon szépen köszönjük a kedves fiataloknak és az öröki fiaknak is. Hölgyeim és uraim, nagyon nagy szeretettel szeretnék megköszönni kollégáim nevében, hogy itt lehetünk, egész nap szórakoztathattuk önöket. Most már lassan mi búcsúzóra fogjuk a dolgot, de engedjék meg, hogy olyan szívvel emlékezzünk vissza önökre, amilyen szeretetet itt ma mi kaptunk, és remélem, hogy adni is tudtunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk, Rátonyi Krisztina, Power Krisztina, Várkonyi András, és természetesen a kórus. És jó magam, én vagyok az ember, aki leestem a 13-ról, és mégis túléltem. Elkárpáti Péter! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Nem sokára pedig folytatódnak itt a műsorok, kérem szépen, addig is még egyszer hadd mondjam el, Fili bácsi azt mondta, hogy mégse ő árulja a saját lemezét, mert az olyan snasz, úgyhogy én árulom, én vagyok a kikiáltó ember, nekem már lehet, én meghaltam. Így van. Hölgyeim és uraim, tehát Fili bácsi újraírható CD-je itt kapható nálam, ha nem tetszik, ami rajta van, lehet rávenni kardlót, karcsit is. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt lehetünk, a színpadot pedig átadjuk a zumbásoknak, akik jönnek Gulyás Szilviával.